Szerbusztok, illetve szerbusz, Krisztián, mert hát ugye Charlie-t, mint csak hangmérnököt tudhatjuk a hátunk mögött. Szia! Sziasztok! Azt hittem még mondasz valamit, szevasz Fifika. Nem. Szevasz Fifika, sziasztok hallgatók. Nem mondok semmit, és én elnézést kérek az előző adásért, de folyamatosan visszajött a hangom a fülesbe, ezért aztán ilyen nagyon, nem is tudom, tehát ilyen, tudod, ilyen full kivárások voltak bennem, mert megvártam, amíg lecseng a hangom a fejhallgatóba, és azért olyan kicsit tétovának tűntem, pedig Isten bizony nem vagyok tétova. Úgyhogy szervusztok, kedves hallgatók, drága jó hallgatóink, üdvözlünk mindenkit innen nagy szeretettel a virtuális podcast műsorunknak a virtuális stúdiójából, mert ugye én most éppen Csíkszeredában, azaz Medvelenden vagyok, Krisztián pedig Budapesten, és hát egy elég tré ping sebességgel tudunk itt beszélgetni, úgyhogy elnézést kérünk előre is mindenkitől. Én azt hiszem ilyen 50 millisekundomot mértem, te mennyit mértél, Krisztián? Így helyben 10-et feléd, Románia felé én is 50-et, úgyhogy. Úgyhogy tényleg ezt mindenkitől elnézést kérünk, de hát ez van. Egyébként a saját helyi sebességünk az rendben van, és nem volt semmi. Volt egy kis kavarodás itt az új eszköz, amit természetesen meg szeretnénk köszönni a patronjainknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. És ezzel az új eszközzel, ez egy Tascam audio interface, hát ilyen driver jellegű problémák voltak, picit szaggatott, és mindenféle nyűgünk volt, de rendbe hoztuk, úgyhogy működik, és adás ezerrel. Reméljük, hogy ez így is lesz egész adásidő alatt. Nézzétek el, nekünk még kezdők vagyunk, úgy is mondhatnám. De mi történt veled, Krisztián? Velem mi történt? Nekem kellett volna kérdeznem, hogy veled. Baj, de én most már bekérdeztem, mert untam, hogy ennyit csevegünk. Jaj, kérlek szépen. Hát történt jó is, rossz is. A hétvégére lebetegedtem. Ez így nagyjából a környezetemben mindenkin végigmegy ez a köhögős, taknyolós, lázas, ramatyul vagy című történet. És nálam annyira előzékeny volt, hogy szombaton szarul lettem, vasárnap tetőzött, és aztán hétfőn már egész jó voltam, úgyhogy igazából a hétvégémet baszta el csak a betegség, és már csak rohácsolok, jövök le róla. És a rossz hír igazából az, hogy honnan kezdjem. Szerdán kellett volna ugye visszamennünk kontrollra a porc cicánkkal az állatorvoshoz, és kedden mentünk reggel szerda este helyett, mert előző este azt vettem észre, hogy a cica farka annyira merev, mint egy bot.
és kiderült a kontrollon, hogy gyakorlatilag a műtéti terület alatt szegénykémnek elhalt a farkincája, úgyhogy ez azt jelentette, hogy bár ez az egész hercegurca azért volt, hogy meg tudjuk menteni a farkát, nem sikerült sajnos, és duplán nem sikerült, mert amellett, hogy elhalt szegénykémnek a farka vége, ami mivel a töve alatt volt a műtéti terület, ezért gyakorlatilag a farkának a nagy része, és visszajött a szövettan is a daganatról, amit kioperáltak szegénykémből, és kiderült, hogy rossz indulatú volt, úgyhogy amiatt meg pláne kénytelen volt megválni Csórikám a farkincájától, hát gyakorlatilag majdnem a tövéből levették, lecsípték Porcnak a farkát. Viszont, hát így próbáljuk földolgozgatni a dolgokat, le van borotválva a feneke megint, úgyhogy nagyon olyan, mint egy kis bulldog, nem is bulldog, hanem mint egy kis dobber van egy ilyen nagy tölcsérrel a fején, és most, hogy így az előző műtőt után 2 hete már a tölcsér volt a fején, most 2 hétig megint rajta lesz szegényként, már nagyon unja a banánt. Viszont ami jó hír, hogy a daganata nem az az agresszív terjedős fajta volt, hanem valami szarkóma félét hozott ki a szövettam, és az meg a saját környékén szeret terjedni, nyirokrendszeren, meg az ereken át, úgyhogy van rá esély, hogy így nem jutott el mindenfelé, nem lett áttétes a szervezetén belül, és a cica meg nagyon-nagyon jól érzi magát, igazából esküszöm, lehet, hogy csak belebeszélünk, vagy belemagyarázzuk Kingával, de hogy ilyen nagyon megkönnyebbültnek tűnik, és jön, megy, eszik, minden, úgyhogy kenegetem a farkincájának a maradványait betadinnal, meg minden, ami ilyesmi. Úgyhogy velem igazából ez történt az elmúlt héten, meg minden nap lesem az Alkotmánybíróságnak az online rendszerét, hogy átbillentik-e már végre befogadottra az alkotmányjogi panasznak az állapotát, de nagyon lassan őrülnek a malmok, de hát ha talán Kinga ma ellenőrzi a postaládát, hát ha a csigapostával hamarabb megjön az értesítés, úgyhogy még mindig arra várunk, hogy hivatalos legyen, hogy most akkor mi történt. Velem ez történt. És veled, Fifika, mi történt az elmúlt héten? Hát elég szép szagád volt azért. Ezt lássuk be. Én egyrészt olyan fáradt vagyok, mint a kutya. Tegnap reggel elindultunk Bukarestbe pár forgalmazóval beszélni, illetve ha hiszed, ha nem, jártunk tegnap a Dekang gyárába. Hó, Kínába? Nem, itt van Bukarestbe. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes sztori. Tehát Dortmund. Tehát Dortmund az pont az a hely, ahol az iparág különböző résztvevői tudnak találkozni, leülni, beszélgetni, stb. És nem tudom, ja, ez erről már volt szó, hogy itt a legerősebb szövetség az a dohány lobby, amelyiknek tagja egyébként most már egyre több romániai e-cigaretta nagykereskedő, forgalmazó, stb. És azt is mondtam, hogy Dortmundba oda jött hozzánk a Dekang, és jelezte, hogy hát ő bizony szeretné, hogyha beléphetne az e-cigarettás cégével a román egyesületbe, vagy szövetségbe, vagy én nem is tudom, hogy kéne ezt mondani. Ezt románul egyébként azt hiszem asszociáció, vagy asszociáció, valami ilyesmi érdekes neve van. Mindegy, lényegtelen, és hát ugye erre való tekintettel meglátogattuk őket, Dortmundba adtak névjegykártyát, oké, hát meg azért, na, tehát akár merről nézzük, a Dekang Kína azt hiszem második-harmadik legnagyobb likvides cége. Ugye a Hangzhen az már így gyárt Európában, Lengyelországban egész pontosan.
És hát akkor, na, nézzünk egy ilyen kvázi pofa vizitet. És akkor, hát engem egy picit lehangolt, meg kell mondjam. Tehát először egy GPS-szel mentünk, és ez hát ilyen Bukarest külső ipar telep, de abból is az ilyen picit lepukkadtabb rész. Mondjuk ez nem kell csodálkozni, tehát Bukarest, erről majd beszélni fogok egy picit hosszabban, mert még most is a hatása alatt vagyok, és akár eddig háromszor voltam, de most két napot voltunk ott, és nagyon a hatása alá kerültem ennek az egésznek. Na, de Bukarest, illetve Romániára jellemző ez, hogy van egy lepukkadt cucc mellette, meg egy hipermodern. Lepukkadt, lepukkadt, hipermodern. Hipermodern, lepukkadt. Tehát így abszolút. Nincs, tehát érted, így nézel magad körül, és nem tudod eldönteni, hogy most a háború előtt vagyunk, vagy a háború után. Tehát, hogy így ki hova tartozik. Tehát, na, mindegy. És akkor így volt ott egy ilyen portásszerű valaki, és mondtuk, hogy hát jöttünk ilyen udvariassági látogatásra, akkor előkerített egy titkárnőt, kijött, és tudod, így azt gondolnád, hogy tehát így az épület megvan, tehát meg szép zöldre le van kívülről festve, de hogy azt gondolnád, hogy egy gyárban azért nem két autó áll a parkolóba, de mondjuk legalább még 20 bicikli, vagy nem tudom én, tehát hogy ott úgy dolgozik valaki. Uh-huh. És ezt így nem érzékeltük, és akkor így előkerült egy csaj, akkor az leültetett minket az előtérbe, aztán előkerült egy másik csaj, az kicsit úgy nézett ki, mintha most öltözött volna hirtelen föl, aztán előkerült a kínai srác, akivel beszélgettünk kint Dortmundba, aztán előkerült egy magyar származású gyerek, vagy magyar nevű gyerek, aki egy kukkot nem tud magyarul, tehát nyilván, mit tudom én, harmadik generáció, aki Bukarestbe él és dolgozik, és már nem beszéli a nyelvet. És akkor így leültünk, egy picit beszélgettünk a piacról, az árakról, sálala, és volt ilyen 5 darab likvid az asztalon, vagy, de az is lehet, hogy 10 volt, tehát nem tudom. És akkor egy beszélgettünk nyilván a TPD szabályozásról, hogy ők hogy látják, nem tudom én, és nekem egyáltalán nem, és kérdeztük, hogy és hol a gyár, és mondták, tehát itt. De hogy hol vannak a munkások? Tehát érted, így iszonyúan nem tűnt gyár. Tehát bemész egy, tehát bejössz hozzám mondjuk a kis üzemünkbe, mert azért ez nem egy nagy üzem, azt lássuk be, de bejössz, és még csak a fekete folyosón vagy, de már akkor érted, elájulsz, mert ugye éppen amit keverünk, vagy amit palackozunk, vagy amivel dolgozunk, azért annak egy igen jellegzetesen átható illata van, és ott semmit, tehát annyira semmit nem lehetett érezni sehol, hogy mondom én, nekem kétségeim vannak, hogy ott folyik-e egyáltalán termelés. De lehet, hogy teljesen automatizált. Hát az is lehet, hogy annyira zárt és annyira automatizált tényleg, hogy ott nem szűrődött ki semmi. Érted, egy ilyen abszolút hipermodern üzem. Na mindegy, ez így jó pofa volt, és Liu Lajostól, mert a srác, azért hívtuk Liu Lajosnak, mert a srác az ilyen románosította a kínai nevét, tehát a Liu-t meghagyta, és valami román keresztnév van előtte, gondolom a kínainak a román vagy a magyar megfelelője, tehát ez a Bruce Lajos Li, tehát nagyjából így tudnám lefordítani a sztorit, de jó pofa volt, meg abszolút udvariasak voltak, meg kávé, minden, és úgy jöttünk el, hogy se egy prospektus, se egy minta, semmi, érted, az ég adta világon. Na mindegy, szóval nekem egy picit ilyen furcsának tűnt ez a látogatás.
Tehát elmondhattam, hogy a Dekang romániai üzemébe jártam, aztán elmondhattam azt is, hogy a Philip Morrisnak az IQOS üzemébe jártam, de nem, csak a parkolóba fordultunk meg. Az azért érdekes, érted, mert erről azt hiszem olvastunk is be anyagot valamelyik podcastbe, hogy a Philip Morris az IQOS-t Romániában gyártja. Nem a készüléket, hanem a belevalót. Aha. És egy olyan óriási üzem, egész Európába innen viszik a stickeket. Tehát egy olyan óriási üzeme van a Philip Morrisnak, érted, hogy tényleg így benéztem, és így szűkült a csarnok vége, így elveszett a ködbe, a messzeségbe, és ilyen, tudod, ez az abszolút multi, hogy számozott parkolóhelyek, meg tele autóval minden, tehát nagyon impozáns volt így kívülről ez az egész. És aztán... Lehet, hogy épp ott volt vendégségben az egész Dekang. Az is lehet. Azért nem láttatok az Dekang. Aztán délután elkezdtük járni részben az e-cigaretta boltokat, részben pedig azokat a... Hát, tehát itt most Romániában ez marha érdekes, hogy ezen gondolkoztam, ha most nem lenne a szabályozás, illetve nem lett volna a trafikba kényszerítés Magyarországon, pont ugyanezt kéne csinálnunk. Tehát így végigjártuk a nagy forgalmazókat, akikkel kötöttünk valamilyen szintű megállapodást. Konkrétan ugye ezt úgy hívják, hogy facingelés, tehát amikor kimész, illetve facing ellenőrzés, amikor kimész és leellenőrzött, hogy na tényleg ki van-e rakva a likvided, na tényleg használják-e a kóstoló állványaidat, stb. Stb. Illetve elkezdtük a második vonalat, ami szerintem és ezt tényleg ne sértődjön meg senki, de szerintem jobb lesz, mint a szaküzletek című vonal, az pedig a trafikok. Tehát Romániában nagyjából az van, mint nálunk ezelőtt 6 évvel. Tehát mindenhol lehet dohányárút kapni, de vannak szaküzletek, trafikok. És ezek Bukarestben ilyen nagyon-nagyon exkluzív helyek. Tehát ilyen kétajtós humidorok vannak a szivarnak, tényleg olyan, hogy bemész és így a pofád leszakad. Van, és ehhez ugye, mert a szivarhoz mit tudsz még hozzátenni? Nagyon drága kávékat, nagyon drága italokkal. Szarvasgomba kaviár. Igen. Tehát, hogy ez a tényleg ilyen exkluzív bőrülők, fotelek bent. Voltunk olyan helyen is, ahol én nem tudom, hogy, de kibumlizták, hogy az, ahova átmentél szivarozni, az egy ilyen kvázi dohányzó helyé lett minősítve. És ott mindjárt levághatott szivargyújtó az asztalon, stb. Stb. Na és hogy ezekre a kvázi exkluzív helyekre próbáljuk megbetenni az e-cigarettát. Tehát ugye egyrészt van az, hogy van szaküzlet, ahova nem járnak a dohányosok, e-cigaretta szaküzletek, és van az exkluzív trafikok, vagy dohányboltok, amikből aztán van ilyen fél exkluzív, meg nem annyira exkluzív, de hogy vannak dohány szaküzletek, és oda meg ugye a dohányosok járnak, csak ott meg pont kurvára nincsen e-cigaretta. És akkor ezt így azt gondoltuk, hogy ez nekünk így marha jó lesz, hogyha ezeket a dohány szaküzleteket rábírjuk venni arra, hogy tartsanak e-cigarettát is. Mert akkor találkozik a dohányos a termékkel, és hát, ha kipróbálja, rászokik, oda megy. Tehát itt nincs bekényszerítés, de én azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely arra, hogy a dohányos találkozzon a termékkel. Mert nyilván egy áruháznak a pultjában nem fogom betenni a pénztár mellé, mert ott aztán tényleg értelmetlen. Tehát ott semmire nincs idő.
Na úgyhogy voltunk egy pár ilyen helyen, illetve egy pár nagykereskedőnél, és véglátogattuk azokat a szaküzlethálózatokat, ahova kikerültek a termékek, illetve ugye mi még ezt azzal is megspékeltük, hogy egy ilyen vevői visszajelző rendszert alakítottunk ki, egy pici ilyen lapot, hogy melyik tetszett, milyen erősséget szeretne, sálala, és hát basszus, tényleg nem akarom elkiabálni, de kurva jók a visszajelzések, mindenkinek nagyon tetszik, aminek engem egy picit megfogott, hogy itt, ha hiszed, ha nem, a 18 mg-ost viszik a legjobban. Igen. Tehát semmiből nem fogyott annyi, mint 18-asból. 12-esből valamennyivel kevesebb, 6-osból mit tudom én, ilyen fele, mint a 18-as, 0-ásból szinte semmi, tehát azt abszolút ilyen érdektelen, és hát így szépen lassan kezdünk a román piacon építkezni, és mondom, hihetetlen jók a visszajelzések, ugye ezt tudni kell, hogy itt Romániában ilyen olasz imádat van, tehát itt nekünk a legnagyobb ellenfelünk az a Liqua, és hát azt gondolom, hogy a Liquától másabbak, nem mondom, hogy jobbak vagyunk, másabbak vagyunk, mint a Liqua, talán jobban eltaláltuk a románoknak az ízlését, vagy nem tudom, de érdekes. Az is érdekes egyébként, hogy még a hangzen van a piacon, és a hangzen az a Liqua alatti vonalnak számít, holott ha megnézem így a csomagolásokat, a Liqua szép, csak kurvára nem felel meg semmilyen TPD-s előírásnak, tehát például a belső csomagoláson még a kupakon sincs háromszög, a külsőn meg aztán végkép, de mit tudom én, hiányzik a terhesnő szimbólum, meg szana, tehát öt helyen bele tudnék kötni. Viszont a hangzen meg, hát nyilván ő Lengyelországba gyárt, és gondolom, hogy egy lengyel vagy német cég csinálta a regisztrációjukat, és fölhívták a figyelmüket a csomagolásra. A hangzennek viszont hibátlan a csomagolása minden szempontból, tehát baromira érdekes volt a sztori. Kértünk biztonsági adatlapokat, így eljátszottuk a magyar hatóságot, hát senki azt se tudta, hogy mi az, tehát ez a safety data sheet, az gyakorlatilag ilyen ismeretlen dolog. Egyébként gondolom, hogy mindenkinek van, csak hogy erre nem annyira figyelnek oda, és eszközből meg azt tudom mondani, hogy olyan választék van, hogy így berosálsz. Tehát Romániában nincs még eszközregisztráció, nincs regisztrációs díj. Tehát ugye ez a 475 ezer forint per erősség, és a nullás is erősségnek számít. Tehát ezt így matematikailag azért kurva nehezen tudom magamba földolgozni ezt az egyszerű sztorit, de Romániában nincs, tehát se a készülékek után, se a likvidek után nem kell még egy ilyen nemzeti regisztrációs díjat befizetni. Szerintem ezt még senki nem ellenőrzi. Tehát nekünk megvan ugye az uniós kapun Románia felé a bejelentésünk. Kifizettünk mindenféle adót, van biztonsági adatlapunk, salala. Itt egyedül azzal foglalkoznak, hogyha beimportálod a cuccot, akkor kifizesd a jövedéki adót utána. A többi az senkit nem érdekel. Érted? Senkit.
Tehát baromi érdekes a piac. Ezért aztán nagyon sok helyen nincs is nikotinos likvid. Nullás van piszok sok helyen, meg ilyen nikotinsot, na, aminek aztán a csomagolása abszolút tragédia, tehát így a TPD-nek a közelébe nem jár. És mindenki azt mondja, ó, hát ez még május 20 előtti beszerzés, érted? Tehát de majd tisztul itt is a piac, és hát a legtöbbet az baromi érdekes, mert a piac előzetes fölmérése szerint a dohányos ízek fognak menni a román piacon, és akkor a dark kokóból adtuk el, de ilyen kétszer annyit, mint az utána következő Y4 Classic Smoke-ból, ami tényleg egy ilyen rettentő jó kezdő dohányos íz. Valamiért ez tetszett meg nekik, ugye ez egy ilyen arabikás, kókuszos, némi ilyen szivaros beütéssel, és ez baromira megy. Úgyhogy most már eljutottunk odáig, hogy tegnap már úgy kerestek. Tehát nem mi mentünk a forgalmazó után, hanem hogy megkerestek minket, hogy akkor jó lenne, hogyha forgalmazhatnák. Ja, és nem kóstoltat senki. Tehát én ezt ilyen, tudod, erről beszéltünk, hogy ez a magyar piacnak is a tragédiája, hogy odamész egy trafikba, ki van rakva ötféle likvid, és lövésed nincs, hogyha te most egy kezdő vagy, hogy neked azt melyik fog bejönni, vagy melyik fog ízleni. Itt meg lehet kóstoltatni, csak senki nem csinálja. Tehát mi megcsináltunk kóstolóállványokat nullás likvidekkel, vannak föltöltve az eszközök, és kapsz egy ilyen szilikon egyszer használatos kis pipát, ráhúzod a cuccra, és kóstolgathatod, amit szeretnél. Tehát a vépshopokba, meg ne haragudj, mert ilyen sok hosszan beszélek, csak tényleg így ki akarom már magamból adni ezt a román sztorit. A vépshopokból pedig azt látjuk, hogy 50%-uk, de úgy, hogy tehát egy hónappal előtte láttuk, 50%-uk átment ilyen kafé-shopokba. Tehát, hogy ez a vép kafé, ami nem rossz egyébként, csak ugye ez két dolgot jelezhet. Egyrészt, hogy annyira mondjuk nem megy a sztori, és kellett valamit nézni mellé. Másrészt meg ugye ahhoz, hogy egy ilyen kafé-shopod legyen, vagy vépkaféd legyen, ahhoz nagyobb hely kell azért, mint egy pici vaperüzlet. És nagyon sokan meglépték, hogy bocs, elköltöztünk 3 épülettel arrébb, de van már kávézónk, és akkor bemehetsz. Mert hogy Romániában nem hozták meg azt a fajta aljas törvényt, hogy oda kényszerítenek a dohányzó helyre, hanem bizony vépelni lehet bárhol. Tehát nyugodt szívvel beülhetsz egy kocsmába, szívhatod az e-cigidet odabent, senki nem fog rád szólni. Hát visszasírom azokat az időket, basszus. Ez egy nagyon pozitív, úgyhogy aki a sörmálna kombinációt szereti, az nyugodtan
Ja, és ugye ráadásul ezt már többször elmondtam, hogy itt nagyon jó sörök vannak, gyerekek. Tehát én nem vagyok egy sörimádó, de itt rászoktam. Mindenki így kezdi, Fifika, hogy nem sörimádó. Mindenki így kezdi? Oké. Okay. Oké, okay, tehát én a csukott meg a Bucsecs hegység, hogyha valakinek mond ez bármit is az ég adta világon. Van egy sörmárka, ez a Bucsegi, vagy én nem tudom, tehát a román az egy furcsa nyelv, mert a C betű az úgy néz ki, hogy egy T, és van alatta egy ilyen kalapos vessző. Na ez a C, tehát érted? A C-t meg K-nak ejtik, tiszta idióta, komolyan mondom. Amit, tehát sose tudom, én ránézek egy román szövegre, és fogalmam nincs, hogy kell kiejteni. De ezt ittam most, ezt a Bucsegit, vagy Bucsecs, de ezt a hegységet, ezt tudom, hogy így kell ejteni. Na mindegy, ezt a márkát ittam, és ez is nagyon finom volt. És csak egy ilyen, tehát hogy milyen furcsa, furcsán gazdag ez az ország, hogy így mész a kétsávos autópályán, és amikor a harmadik Aston Martin jött velem szembe, akkor már kezdtem egy picit ideges lenni, érted, hogy itt ott mi van? Bond filmet forgatnak. Ez valami hihetetlen, és utána mondja a kollégám, hogy az angol autós műsor. Már nem tudom, mi a címe, de tudod, ilyen nagyon híres. Biztos. Na mindegy, van egy ilyen angol autós műsor, majd az okosok biztos bekommentelik, hogy melyik az, de az is lehet, hogy eszembe jut. Na, hogy azok ide járnak, érted, csodálkozni. Tehát, hogy olyan autókat láttak a romániai körútjuk alatt, érted, hogy csapkodták a térdüket, hogy ilyen nincs. De van, baszki, tehát hihetetlen pénz mozog Romániában. Mindaz mellett mondom, hogy egy ilyen óriási pukkanatok vannak tényleg a legváratlanabb helyeken. És a közlekedés, az basszus, az megint azt kell, hogy mondjam, gyerekek, India, baszki. Tehát itt mindenki megy mindenfelé. Kurvára nem érdekes. Semmi. De még a közlekedési lámpa is olyan, hogy zöld van, érted? És a szembejövő baszki kanyarodik belébed. Tehát ez a halálom. Tehát ha nekem itt kéne élni, mert Budapesten, hát föl van festve a sáv, érted? És mindenki ott megy. És amikor kanyarodsz, akkor a kanyarodó lámpa a kanyarodó sáv fölött van. Ja. Igaz? Itt nem. Hát szóval, hogy ilyen evidenciák vannak. Na ez itt absz, tehát ezt így felejtsd el abba a szúrásban, és ugye a legdurvább, tehát hogy így tudjam ezt valamivel szemléltetni, hogy bementem a fürdőszobába, a szállodába, ami egy iszonyú jó nézett ki, a folyosók, az ebédlő, a halálkedves személyzet, tényleg nagyon szuper, nagyon klassz volt minden. Kinn aludtunk a romániai Ferihegyen, ez Pitest, ahol a repülőterük van Bukarestnek, és mert ott volt olcsó, mert bent Bukarestben ilyen, hát basszus, 200 euró alatt nem nagyon van egy szoba per fő per éjszaka. Tehát azt így felejtős. Na mindegy, és a WC ülőke konkrétan fél centire volt a tusolófalától, és tehát normálisan nem bírtál ráülni. Ez tény és való. És hogy ültem a deszkán, így benéztem a tusolóba, és mondom, mi ez a furcsa rajta? És akkor néztem, hogy jabazd meg, le van festve olajfestékkel a csempe. Micsoda? Valaki nagyon alapos volt. Tehát ezen olyat borultam, érted, hogy egy ilyen szállodában mágneskártyás sajtó, érted, ilyen kék
király, vagy minek hívják ezt ilyen mintás szőnyeg, és tényleg minden az ég alatt, és benézel a tusolóba, és fehér olajfestékkel le van kenve a csempe, pont. Tehát erre tényleg nem... Abban a fugában nem megy víz. Mit ennyi. Mondani vagy? Hát ez kész. A fugában nem megy víz. Nem tudom, mi volt egyébként az értelme, vagy mit szerettek volna vele elérni, de hogy tehát mondom, ez a furcsa kettősség van itt kint, de alig vártam, hogy hazaérjünk. És akkor még reggel megnéztük a legnagyobb, tehát ez hihetetlen, hogy Európa legnagyobb bevásárlóközpontja. Aha. Tehát hagyom, hogy emészet. Európa legnagyobb. Tehát Európa legnagyobb bevásárlóközpontja Bukarest alatt van, és ez egy pláza konkrétan, és bementünk, és tudod, így megálltam, hát mondom, bazd, meg ilyen van nálunk is. És akkor mondja a srác, hogy ott 200 méterre ott elkanyarodik ám egy kicsit, és ott megint van 200 méter, és ott megint lesz egy kanyar, és ott megint van 200 méter, és fölfele meg 3 emelet. Úristen, tehát hihetetlen nagy volt, és 2 ecig is pultot néztünk ott meg, tehát térdig jártam a lábam. Eszméletlen, na. Tehát sok helyen voltam már, köztük Londonban is ilyen helyeken, de én még ekkorát nem láttam, tehát ez valami iszonyat. És egyben óvóhelyként is funkcionál. Tényleg. És valószínű, hogy még van számos más funkciója, de brutális. Tehát én csak néztem ki a fejemből, hogy ez itt most mi. Érted? És akkor így a parkolóba állt egy Aston, tehát ez az Aston Martin, ez itt nagyon megy, de hogy... Az Aston Martin az új Dacia. Az Aston Martin az új Dacia. De hogy így elmész a Ford márka kereskedés mellett, és mondjuk Mustangból az összes szín ki van állítva, érted? Tehát, tudod, hogy így Magyarországon, mit tudom én, Ford akármi, és megállsz, és akkor ott vannak a Fordizék. És hogyha Pesti vagy a legnagyobb Ford magyar kereskedésbe bemész, akkor látsz Mustangot. Na de hogy minden színből van kiállítva az a szín. Ez kemény. Na úgyhogy én abszolút le, tehát így, tudod, így az ámulatból a bám, ja, és a, ez, és még ezt az egyet, mert ez az éjszakámat elvitte, hogy átmentünk a négysávos autópályán a fölüljárón éjszaka, mert már marha éhesek voltunk, hát 10 órakor még konkrétan egy ilyen ecigi shopot látogattunk meg. Tehát ezek így éjszaka vannak nyitva, vagy nem tudom. És átmentünk egy ilyen McDonald'sba, egy fölüljáron, jövünk visszafelé, vacsiztunk egy kicsit, jövünk visszafelé, és így az egyik utcából jön kifelé egy fehér Dacia. De olyan jó tempóban. Látszott, hogy nem fog megállni előttünk, ha lelépünk a Járda-szigetről. És ahogy kanyarodtak el, így bevilágított az utcai lámpa, és 4 darab símaszkos férfi ült a fehér Dacia-ba. és ezt én nem bírtam földolgozni, tehát így, így visszamentem, és egész éjjel ezen gondolkoztam, hogy itt egy bankrablást láttunk, vagy nem tudom, tehát hogy miért ül 4 ember fekete símaszba egy fehér Dacia-ban? Hát ilyet nem látsz minden nap, basszus. És akkor ma délután beszélgettem itt valakivel, és mondta, hogy jabazz meg, azok pénzszállítók voltak. Egy fehér Dacia-ban? Micsoda? Hát azt mondja, igen, hogy tehát egy olyan autóval viszik autó. A nagy lóvét, hogy, tehát, hogy nincs ráírva semmi. Beül 4 fickó ilyen maszkba, és abban biztos lehetsz, hogyha megállítod őket, azok géppisztolyjal fognak. Minek ehhez maszk? Én azt nem értem. Nem tudom.
Ne, szerintem azért, hogy ne ismert föl, tehát hogy ne jegyezd meg az arcát, hogy na, ezt a Jóska Pistát kell, mit tudom én, kiiktatni, hogy nem tudom, tehát fogalmam sincs. Csak mondták, hogy jobb az meg ezek pénzszállító. Érdekes szokás. Bocs. Nálunk ez nem így néz ki, érted? Nagyon durva volt. Ú, Istenem. Á, ez az Ausztrália, vagy Románia, vagy mi, vagy van Ausztráliánk is? Ausztráliánk is van, igen. Igen. Pont, hogy így mondod Romániáról, meséled itt a kettőséget, hogy hol ilyen, hol olyan, hasonló zajlik Ausztráliában, csak elcigi fronton. Ugye Ausztrália nem éppen az elektromos cigaretta. Simon Chapmanék mindent elkövetnek, hogy a nikotinos elektromos cigaretta fogyasztás továbbra is illegális maradjon, tehát bűncselekmény legyen a forgalmazása még inkább. Pont most volt pár hete az Ausztrál Parlament előtt megint ilyen meghallgatás sorozat, meg be lehetett nyújtani mindenféle szakvéleményeket, meg nem tudom, hogy mi lett belőle, de hogy ott ez van, és akkor jön a másik oldal, jönnek az ausztrál-ázsiai nővérkék, drogfogyasztókkal és alkoholfogyasztókkal foglalkozó nővérkék, és belerondítanak ebbe az elektromos cigaretta ellenes idillbe, ugyanis gyakran nem adnak ki állásfoglalást ezek a nővérkék, de most kiadtak egy hármas számú állásfoglalást, ami az elektromos cigarettáról szólt, és a hivatalos álláspontja ennek a nővéreket tömörítő szervezetnek az az, hogy támogatják az elektromos cigaretta használatot, mint ártalomcsökkentő eszközét azon dohányosok számára, akik nem tudnak hagyományos módszerekkel megszabadulni a dohányzástól. Támogatják továbbá az alacsony koncentrációjú nikotin legális elérhetőségét, beszerezhetőségét elektromos cigarettázáshoz a dohányzás ártalom csökkentése érdekében, és megfelelő szabályozásokkal, hogy a fiatalok hozzáférését azért korlátozzák, és támogatják továbbá az alacsony vagy semmilyen szinten történő megadóztatását az elektromos cigaretta termékeknek, hogy azoknak az árelőnyét a dohányzáshoz képest megtartsák, és ezzel is arra bátorítsák a dohányosokat, hogy kipróbálják, használják azt. Ilyen, így jönnek sútyomba a farvizen, évekig csöndben vannak, és aztán durrantanak egy ilyet. És ez egy közegészségügyi csoportosulás. Mit szólsz? Szó se tudok jutni, érted? Mert ezt... ez... Na. Tehát, hogy ezt most miért? És miért nem előbb? És egyáltalán? Nagyon furi. Nagyon-nagyon furi. Én kicsit az ütött erő. Mondja csak, mondjad. Ez semmi... Mindenféle összeesküvés elmélet jelenik meg ilyenkor az embernek a fejébe, és azt tudjuk, hogy az ausztrálok azok ilyen nagyon sarkosan becsukták az elektromos cigaretta előtt a kaput, így paing konkrétan, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem így a tudod, reggel felébredtem, és nem jó az elektromos cigaretta, és bezárjuk, hanem valamilyen lobby érdekek nyilván mentén történt. Erről nekem az a angol száz nyelvterületeket átívelő hosszú távú kutatás jut eszembe, amiről még Varsóba számoltak be idén júniusba. Ugye az Egyesült Államok, Anglia és Ausztrália vesz benne részt, és akkor így vizsgálják a dohányzás gyakoriságának az alakulását, vizsgálják az elektromos cigaretta terjedését, stb. És hogy így az volt a konklúzió, amíg emlékszel, vagy emlékeztek, hogy Egyesült Államokban dohányzás így püt lefelé, elektromos cigaretta használt szépen-szépen fölfelé, Angliában ugyanez, mindenki boldog, Ausztráliában még egy ilyen megállt az élet című történet, sőt most volt egy pár hónapja a hír, hogy a legutolsó hivatalos felmérések szerint nem, hogy nem csökken, és nem, hogy megállt, hanem nőtt a dohányosok száma Ausztráliában, úgyhogy nice job!
Hihetetlen. Komolyan. Tehát, hogy ilyen... Ilyen szuper emberek. De én kicsit azt érzem ebből. Hát szuper baktériumok is. Még lett volna egy mondatom, egy ilyen öreg optimista mondatom. Vagy aki, mert ezek... Ez így értetlenül állunk, mondjad, hogy így, ezt mondjad, miért most, meg miért így, meg mit csináltak eddig, meg ilyenek, de hogy nekem erről én egy ilyen, hogy hívják, kis havas rétre asszociálok, ahol így tavasszal így kibújik az első szálvirág, aztán kibújik kicsivel arrébb a második szálvirág, úgyhogy kicsit ilyen ez, hogy így lehavasztak minket, megpróbáltak ledózerolni minket, meg minden, de hogy azért van élet a hülyeség alatt is, és azért így kibukkannak ezek, és előbb-utóbb lesz itt virágos rét, ezt szerettem volna csak még hozzáfűzni. De a szuperbaktérium. De hát egy virágos réten is vannak mikróbák. Mikróbiák és bakteriálisok, ahogy Torrente mondaná. Azok vannak. Igen. Meg van még az a, nem is tudom, hogy 2 éve volt kb. 2 éve, ilyen késő karácsony tájékán jött, hogy az elektromos cigaretta aeroszoljában, hogy úgy mondjam, hogy dr. Horváth Ildikónak se sértse a fülét, tenyésznek a szuperbaktériumok, mindenféle rezisztens, őrületes szuperbaktériumok, amiktől aztán mindenki ki fog pusztulni, és Mad Max fog száguldozni egy autóval a kihalt országúton. Na most nem. Előjött egy tanulmány, ami van egy weboldal, a medicalhypotheses.com, vagyis orvosihipotézisek.com, ahol ilyen érdekes dolgokat gyűjtögetnek, ami még nincsen teljesen kiforva, de hogy ilyen orvosi érdekességeket dobnak föl. És volt egy tanulmány egy fickóról, aki életében soha nem dohányzott, viszont állandóan kiújuló tüdőgyulladása volt neki, és ez az úriember, vagy nem tudom, hogy úriembere vagy sem, minden esetre ez az illető úgy döntött nem dohányos létére, és most minden dohányzás fókuszpontban és korányiban dolgozó emberke fogja be a fülét, úgy döntött, hogy elektromos cigarettázni fog. Tehát meglépte ezt a borzalmas lépést, és nem is ez a lényeg igazából, most ez kár is ezen viccelődni, vagy nem viccelődni. A lényeg ennek az egésznek, hogy megoldódott neki a tüdőgyulladás problémája, és mindjárt megpróbálom egy csípőből lefordítani, hogy... Jaj, nem is tonsillitis, várjál, az mandulagyulladás. Mandula, igen, folyamatosan kiújuló mandulagyulladása volt, és az van, hogy az ügy, vagyis az eset, amit bemutatnak, az egy korábban soha nem dohányzóról szól, aki elektromos cigaretta használatba fogott, és néhány hónap elektromos cigaretta használat után azt tapasztalta, hogy teljesen megszűlt a korábban folyamatosan kiújuló krónikus tüszös mandula gyulladása, és a tonsillolitis, az nem tudom én micsoda, valószínűleg lehet, hogy az a mandula, és hogy mindenféle javulás állt be a... Rákeresek, hogy mi ez, mert az ilyen fajta orvosi szakszavakkal annyira... Igen. Mindent te se tudhatsz. Tons. Aha, ez valami, hogy hívják? Kövesedik a mandulája valakinek? Nekem volt, aha, ilyen, nem ezért kellett kivenni a mandulámat. Tehát, hogy állandóan begyullad a mandulád, és egy idő után tényleg ilyen... Veseköves lesz ilyen a mandulád. Bekeményedik, tehát ilyen... Hát nem veseköves, de hogy gondolom, hogy ezek a sejtek, amik állandóan gyulladásban vannak... Ja, azt írják itt, hogy betopozódnak mindenféle szírszarok, amik megmaradnak. Aha. Igen, és akkor azzal már tényleg nehéz bármit kezdeni. Úgyhogy nekem 3 szó halasztottak, tehát én felnőtt fejjel 24-5 évesen estem át a mandula műtéten, akkor vágattam le a szakállam, tehát én azóta borotválkozom. Előtte nem borotválkoztam, tehát én a mostani feleségem szakállasan ismertem meg, úgyhogy elnézést kérek, de ez az originális állapotom, hogyha szakállam van.
és háromszor halasztották a műtétet, mert tudod, mire kórházba kerültem volna a műtétre, igen, újra begyulladt, és ezt ugye gyulladtan nem lehet jól. De furi, na! Na minden esetre, ez akkor most már tudjuk, dolog, hogy a tonzilolitis, azok ezek a kis betokozott kavicsocskák a mandulában, hogy javulás mutatkozott ezen a területen is, és akkor itt azt írják, hogy konklúzió, mivel egy korábban sosem dohányzóról van szó, a javulás nem tulajdonítható a dohányzásról való leszokásnak. Az egyik lehetséges magyarázat az az, hogy a javulás a propilenglikol baktérium ölő tulajdonságainak tudható be. Szuperbaktériumok, ugye? És ezt a hipotézist tesztelni lehetne komolyabban egy olyan kísérlettel, amiben nikotinmentes elektromos cigarettát használnak olyan páciensek, akiknek kiújuló légúti torok bakteriális torok fertőzéssel, rendszeresen kiújuló bakteriális torok fertőzéssel küzdenek, hogy szépen fogalmazzak. Úgyhogy ez egyetlen eset, amit megfigyeltek, és akkor így most föl van dobva ide, hogy kvázi ez egy ilyen ötlet bőrze, hogy miket lehetne tesztelgetni. Emlékszel rá, hogy annak idején ez még ez is kérdés volt, hogy propilenglikolban mondjuk lehet-e táptalaj? Tehát, hogy önmagában a propilenglikol lehet. Igen, és ezen beszélgettünk, hogy hát a 60-as évektől kezdve, ha jól emlékszem, ezért használják a propilenglikol aeroszolt a kórházakban a levegő fertőtlenítésére. Úgyhogy miről beszélnek? De gáz. Ami egyébként, mint tudjuk, ugye a végbélbe való, tehát nem... Nem, az a növényi glicerin. Az a glicerin, igen. Nem, az a glicerin. Oké. Na, hát most tényleg ez így letaglózott ez a sztori. Úgyhogy én szeretném, ha ezt az internet macskáját, azt te tetted be, és te szürkítetted. Nem, a szürke volt, amikor belepészteltél valamit, nem én szürkítettem ki, de az internet macskáját én tettem be. Oké. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit beszélgessünk az internet macskájáról, hogy azért felszabadultak egy kicsit, legyünk. Mert köztudott, hogy a macska dorombolásnak elképesztően jó élettani hatásai vannak, úgy, mint stresszoldás, úgy, mint a kis 20 Hz körüli beregés a csontok regenerációs képességét javítja, és amúgy is kevés aranyosabb és faszább dolog van, mint amikor egy macska beereg az embernek. És megtudtam ma, ezúton is köszönöm szépen egy volt kollégámnak, hogy átküldte a linket, hogy az internetnek van egy macskája, ami a, majd belinkeljük, de a purrli.com-on érhető el, és egy egészen észbontó dolog. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab csúszkán lehet állítani, hogy milyen típusú dorombolás szóljon, és azt hallgatod. Ez nagyon durva, én most hallgatom. Nyávogóstól a dorombolóség, közeli, távoli, lazulós cica, hogy hívják, jól érzi magát cica, belégzés, kilégzés, stabil, jókedvű, álmos, boldog, mindenféle ilyen kategóriákban lehet állítani a csúszkát. Te most miért hallgatsz, Fifika? Tehát ez nagyon durva, tehát nem is tudom. Tényleg, én imádom az ilyen applikációkat, aminek van némi értelme is. Én annak idején ilyen nagy tudod, van ez a, de erről szerintem annak idején beszéltünk is az egyik podcastben, hogy vannak ezek az elalvást segítő ilyen, nem is meg az elalvást, az összpontosítást, a relaxációt
segítő hangok, és erre egész komoly applikációk vannak iOS-en és Androidra is, és egyből az jutott eszembe, hogy ez ilyen akár erre is jó lehet, hogy az ember így... De nem is tudod, hogy mennyire beletrafáltál. Csodálkozom, hogy nincs még mobil verziója. Nem is tudod, mennyire beletrafáltál. Fikai, hogy lejjebb görgettem közben az oldalon, és itt vannak ilyen felhasználói beszámolók, mint, hogy hívják, anxiety relief, szorongásfeloldás és stress control, és így írgák az emberek, hogy ne, el se tudom neked mondani, hogy hányszor használtam ezt a macska dorombolást, hogy folyamatban vagy kialakulóban lévő pánik rohamokat állítsak meg vele. Ez 5 percre bekapcsolom, és teljesen lelazulok tőle, és a feszültség megszűnik a vállaimban. Más valaki írja, hogy a munkában mindig nagyon-nagyon stresszes a... stresszes minden, és mivel a cicámat nem vihetem oda, erre hallgatok, és tökre segít, hogy lenyugodjak. És itt írják alatta alvásnál, hogy ez a cica dorombolás simán elaltat engem akár a nap közepén, és iszonyat jó kényelmi, hogy komfort és relaxáló app. Valaki a 2 éves gyerekét altatja ezzel a cica beeregéssel, egészen elképesztő. A közben eszembe jutott, ez binaurális hangoknak hívják ezeket a hangokat, és ez ilyen, nem is tudom, egy időben azt feltételezték róla, hogy ez az agynak egyfajta kábító szere. De hát én ezt nem gondolnám amúgy, de ilyen binaurális hang lehet például az eső, szepultúra. Minden olyan dolog, ami a természetben. Én nem hallgatok egyébként szepultúrát, valamiért ez jutott eszembe, mint ellenpont. Motorhead például, az is egy ilyen abszolút megnyugtató dolog, de ez, tehát én erről tudtam, hogy a macskadorombolás az egy ilyen kvázi binaurális frekvencián működik, ami így nyugtatja, meg lazítja az embert. Úgyhogy marhára tetszik egyébként, és nekem voltak ilyen, tehát mondom, hogy voltak ilyen appok, és ezt a hangot úgy is lehet hallgatni, aha, hogy valami alatt megy, tehát miközben hallgatsz egy ilyen lazító zenét, a közben megy egy ilyen, mit tudom én, 300 vagy 440 herces binaurális hang. Ez egyébként mindig a mély frekvencián. A macska az 20 herc környékén van. Azért van az, hogy biztos, hogy van... Várjál, nem, a 20 az az emberi hallás alsó tartománya. Akkor nem 20, akkor hülyeséget beszélek, igen. Az alsó küszöb, igen. Nézzük meg a Wikipédiát. Így van, tehát lényegtelen, az a lényeg, hogy jótékony hatással van az emberre, és egy ilyen boldog macska hang boldoggá tud tenni téged, és át tud segíteni az alvás ébrenlét küszöbb átesésén, tehát tényleg jó dolog egyébként, tehát ezt így abszolút nem mondtam hülyeséget. Támogatom. Legalább annyi, igen, és ezt legalább annyira támogatom, mint ahogy az Origóban megjelent cikk szerint is úgy néz ki, valaki elkezdett számolni, de érdekes, hogy több millió embert menthetne meg az e-cigaretta. Tehát, hogy Glicerin Ildikó után ez azért, na. Beívtuk az adásba Glicerin Ildikót, hogy kikérjük a szakvéleményét az ügyben, úgyhogy kedves Ildikó, önnek mi a véleménye erről? Nem! Köszönjük, Ildikó! Tehát az köszönjük, igen. Tehát, hogy az milyen durva, és tényleg, hogy mennyire klassz, amikor mondanak egy szemléletet, számot.
amiből tényleg az ember csak így elgondolkozik, hogy basszus, iszonyú. Tehát, hogy most 6,6 millió amerikai dohányzik, és ez mind lecserélhetné a dohányzását e-cigarettára, és akkor basszus 86,7 millió évvel élhetnének tovább, ha összeadnánk azokat az éveket, amiket nyerhetnének az elektromos cigaretta használatával. Nem tudom, ki volt az a zseni egyébként, aki ezt így összeadta, de hogy ez annyira klassz és szemléletes szám, hogy ezzel kampányolni kéne. Volt egy hasonló felmérés egyébként még tavaly ilyen karácsony környékén jött ki, és nem tudom, hogy az annak a folytatása el, vagy valaki tovább számolgatta, de hogy az pont ezt boncolgatta, hogy mennyi, hány elvesztett ember évet lehetne megnyerni, vagy visszanyerni vele, illetve hogy a 18 éves, vagy az ilyen 20 év körüli dohányosok, hogyha elektromos cigarettára váltanának, akkor hány, milyen döbbenetes mennyiségű életet lehetne megmenteni. De ez így azért kézzel foghatóbb, mint egy száraz tanulmány. Ja. Igen. Tehát ez mondom, én egyébként lehet, hogy ki kéne. Az a baj, hogy kéne tudnunk a kor szerinti megoszlást, meg mindenféle ilyen sarokadatot, de hogy ezt Magyarországra is ki lehetne számolni, hogy ez így években mennyit jelentene. És tényleg semmit nem kéne kiírni. Ennyi dohányos, ennyi évvel lehetne több nekik. Tehát ez minden, tehát az, hogy hány száll cigit nem szívsz el, meg nem tudom én, de hogy ezeket így összeadtad, vagy összeadta évekbe, ez nagyon durva szám. Nagyon durva szám. Még egyszer elmondom, mert annyira tetszik, hogy 86,7 millió évvel élhetnének tovább. Brutális. Még brutálisabb, hogy ez az a szám, meg ez az a koncepció, aminek így zokszó nélkül hátat fordítanak azok az emberek, akiknek az a munkája, hogy próbálják meg az embereket rávenni arra, hogy mégiscsak inkább ne dohányozzanak, vagy csináljanak valamit, hogy ne öljék meg magukat idő előtt, és itt lenne egy remek lehetőség, és nem tudnak eleget. Nagyon jó. Mármint nem ők, hanem ezek a számok. Ez nekem annyira nem is tudom. Pedig van halkító gombom, bocs, hogy nem nyitottam be, de nem tudja csak a köhögést kiszűrni. De ez nekem akkora élmény volt ezt a számot olvasni, mint azt, hogy Krisztián, nem tudom neked milyen érzelmi viszonyait fűződnek, de most jön a Mi jött velem szembe a múlt héten című cikkünk, és ha hiszed, ha nem, lesz újra C64. Ez valami, nem volt ez már téma? Nekem rémlik valami. Vagy valamelyik kollégám mesélte? Nem. Ja, tényleg Spektrumról beszélgettünk. Spektrumról beszélgettünk a Charlie-val, így van. De hogy valami zseni... Ennyi, nekem minden C64 és Spektrum. Tehát, nem, hát pont, hogy nem. Tehát, hogy ugye annak idején a gépsovinizmus, ami nagyon jó nyomon követhető most telefonsovinizmusban, laptopsovinizmusban, és a jó Isten tudja, nekem mi van, de nekem más, és debezzeg az iPhone, debezzeg a Samsung, debezzeg a többi. Tehát, hogy már akkor is volt, amikor kétféle számítógép létezett a magyar piacon, a Spectrum, nem, három volt, mert a Spectrum az Atari és a Commodore, és még a Commodore táboron is belül a C64 plusz 4-esek egymás nyakának tudtak ugrani. Tehát azért ez egy nagyon jellemző emberi magatartás. De hogy valami zseni kitalálta, hogy újra forgalomba fogják hozni a C64-et, és ez engem annyira főlelkesített, mert nekem a számítógéphez
kapcsolódó első élményem az egy plusz 4-es volt egyébként. Tehát én azon tanultam annak idején basic nyelven programozni, felnőtt fejje önszorgalomból, illetve aztán később C64-en gépi kódot írni, hogy ez a 8 bites világnak ugye azért lássuk be, a C64 volt a, nem is tudom, a, hogy szokták ezt királya mondani, tehát az fémjelezte. De való, tehát én azt gondolom, hogy a mai napig az egyik legmélyebben és a legjobban programozott hardvernek mondható a C64. És valami zseni kitalálta, hogy tehát látták, azt biztos tudod, hogy a Nintendo kiadta a NES-nek a ilyen Classic Edition-jét, ami iszonyúan megy a mai napig is. És ezen fölbuzdulva azt gondolták, hogy csinálnak egy Tech C64 mini gépet, ami pont fele akkora lesz minden dimenziójában, mint a C64. Ugyanazok a billentyűk lesznek rajta, csak kisebb, kompaktabb lesz az egész. USB-n is tud kommunikálni, gondolom lehet rá programokat föltölteni. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy képzeld el, tehát amin én kiakadtam, illetve ami nekem borzasztóan tetszik, hogy ez annyira C64, hogy a belső architektúrát megtartották. Tehát nem azt csinálták, hogy egy sokkal gyorsabb, sokkal vagányabb, sokkal izébb processzort tettek bele, és mondjuk egy emulátor fut a cucc alatt, hanem hogy bizony, apukám, ez teljesen ugyanaz, és tesztelték, és abszolút jó megy a cucc, és kiadnak együtt vele, én nem tudom hány ilyen klasszik 64-et, hát természetesen a C64-hez hányat adnának ki. Tehát 64 előtelepített játékkal fog menni. Sajnos ilyen bemutató videót nem láttunk még, ugye, mert maga az eszköz az nincs még kint, de egyébként meg kompatibilis állítólag minden régi kiegészítővel. Az hogy a fenébe? Floppy, datasettet, bármit rá fogsz tudni dugni. Hát nézd meg, tehát ez a Retro Games Limitednek a terméke lesz. Lehet, hogy azóta már frissült az oldaluk, és van róla több információ, de hogy itt lehet már pre-order, meg ugye ez egy Indiegogo kampányként indult el. És hogyha fölmész az oldalukra, akkor természetesen C64 kezdőképernyő stílusában van az oldaluk, úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen sztori, és jó is néz ki, tehát ha abszolút adja azt a feelinget, amit a C64 adott annak idején. Fú, én abszolút, tehát ez nekem ilyen pénzgyűjtős cucc, tehát ez a ránézel, és ez kell. Tehát a joystick csatlakozója az az eredeti, ha megnézed, van egy kibekapcsoló gomb, két USB port, a bővítő kártya helye ugyanaz, úgyhogy nekem ez kell, és láttam ilyen szétszedős videókat, vagy videót róla, ahol így bele lehetett nézni a belsejébe, hatalmas, érted? Tehát a BIOS, a ROM, minden a gyári Commodore licenc alapján készült, nekem nagyon tetszik. Hogyha sikere lesz, akkor ki fogják adni az egy-egy kopit, tehát a abszolút C64 méretű verziót, de nekem ez ebbe a méretbe kell, muszáj egy ilyen. Ja, és kiegészítették egy képalkotó csíppel, amivel Full HD-s tévékre tudni. Istenem. Ezt így elképzeltem, érted, hogy nem is tudom, mit tudom is, én C64-en
mondjuk az Elite című program volt a kedvenc játékom, de hogy az hogy fog kinézni egy ilyen Full HD-s tévén, érted, a kocka-kocka, akármi, az nem tudom, de állítólag van. Figyelj, van, hogyha eléggé hunyorítasz az ilyen hardveres anti-aliasingnak működhet. Tehát nagyon-nagyon várom. És azt tudni kell egyébként, hogy a demo szkéne az a mai napig működik a C64-el. Tehát, hogy ilyen demo partikon még most is mutatnak be C64-es demókat, illetve ilyen music kombókat, meg mindenféle sztorit. Én ezt még évekkel azután is, hogy benne voltam a 8-bites világban, még most is követem a demo szkenét, mert szerintem ez alap, érted, egy zseni volt annak idején, aki ezt összerakta. Úgyhogy welcome to C64. Szeretném, ha már itt lennél az asztalomon, és még gondolom egy páran így érzik. Én már hallom, hogy becézgetni fogod ezt az eszközt. Mint állat. Mint állat. Én még gyorsan visszakanyarodnék ismeretterjesztő rovatunk keretében, hogy nem mondtam hülyeséget, mert hogy valóban a macskák átlagosan 20 Hz körül berregnek, dorombolnak. Itt nyilván nem a hangszálakon átjövő hallható hangról van szó, hanem a frekvenciája annak, amivel rezegnek, miközben dorombolnak. Úgyhogy mégiscsak jól emlékeztem. Igen, csak ugye ez a hallható, nem hallható, ez mindig egy baromi érdekes dolog szokott lenni. Bocsáss meg, hogy így kijavítom ezt a sztorit. Tehát lehet, hogy a 20 Hz-et nem hallod, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem hallod. De miután ezek általában összetett hangok, ezért az szokott történni, hogy a nem hallható tartományból modulálják a hangot a hallható tartományba. Ugye ezt hívják felharmonikusnak. Úgyhogy mi gyakorlatilag a macska dorombolás felharmonikusait halljuk. Így van. És az az érdekes a felharmonikusokban, hogy egy hang minél több felharmonikust tartalmaz, a fülednek annál, hogy is mondjam, jobb. Tehát, hogy az egy tehát így azt szokod mondani, hogy ez egy ilyen gazdag hangszín. Pedig tele van nem hallható tartományban lévő hangokkal, de ezek mondom a hallható tartományban, ezt úgy szokták mondani az okosok, hogy átdolgoznak, de nem, hát nyilván egy ilyen hangmoduláció történik, és ezt hallja meg a füled. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a csecsemők tudnak ilyen 20 Hz körül még azért érzékelni hangokat, és ők azt hiszem 15 kHz fölött egy picivel még hallanak, de meg aki erre edzeti a fülét, az talán... Meg aki nem hallgat kamaszkorában szakultúrát. Az idő múlik. Hát igen. De hát ahogy az idő múlik, úgy veszít a hangzásnak a kvázi élessége, az így elveszik. De hát az audiofilek egyébként erről nálam sokkal vatottabban és sokkal jobban egy a lényeg, beszélni ezekről. A macska dorombolás. Nagyon jó! Így van. Úgyhogy én annyira föllelkesedtem a C64-en, hogy én a videórovatba ezt tettem be. De látom, hogy a kultúrába te pedig valami
Hát majdnem leestem a székről itt a számítógép előtt a minap, amikor így a hivatalos Kraftwerk Facebook oldal posztolásában elém úszott egy budapesti koncertről szóló esemény, és így, mi van? Ilyen, mint a szivárvány, kb. Olyan állapotban van nálam, akit évek óta kergettem, azt meséltem annól, amikor elmentünk Krakkóig Kraftwerk koncertre, csak aztán nem jutottunk be, mert arról elfeledkeztünk, hogy jegyet is kéne venni. Úgyhogy, és hát már nem fiatalok a zenekar tagjai, úgyhogy nagyjából Magyarországon én azt hát mondanám, bizony, hogy megmerem kockáztatni egy kicsit szomorú szívvel, de hogy az utolsó lehetőség, vagy hogy Douglas Adams állatos könyvének a címét idézem, utoljára látható. Úristen, tehát a Kraftwerk az a C64 mellett a másik ilyen nagy sztori, tehát így tudod, így éjszaka fölébresztenek. Ki játszik a Kraftwerkbe? Ralf Hütter, Florian Schneider! Érted? És ezt így bármikor, tehát bármikor. Tehát Istenem, tehát gyerekkorom meg kamaszkorom. Titánok. Hihetetlen. Február közepén lesz egyébként, a pontos napra most nem emlékszem, de ott írják a linken. Gyere te is, Kraftwerk, Fifika. Abszolút ott a helyem. Szegény Zoli barátom, akit szintén Zolinak hívnak, tehát ő a valamelyik születésnapjára kapott egy Kraftwerk jegyet Bécsbe, de ezt azt hiszem egyszer meséltem, és elindult, és így nem is tudom, gyűr után, így lerobbant az autója, és sehova. És telefonálgatott, és tudod így közben érzékelen, bazd meg, most kezdődik. Most nyitották ki a kaput, most mennek be, és ő most nincs ott. Hihetetlen. És hol lesz egyébként a helyszín? Budapest sportcsarnokban, illetve modern nevén Papp László sportarénában lesz. Budapest sportcsarnok. Elvileg a jelenlegi információk szerint. És azt már így felnőtt fejjel néztem. Ugye a Kraftwerk az nem úgy kezdődött annak idején, hogy megjelent a... Autóbán volt az első hivatalos, ha jól emlékszem. Ja. Talán. Igen, az Autóbán című lemezük. Nem. Jó, én akkor még nem éltem. Nem jól emlékszem, mert hogy képzeld el, hogy nekik volt korai... Volt korai időszakuk, és egyszer, nem is tudom, YouTube-on, hát tudod, keresgél az ember, Kraftwerk, hallgatnék egy kis zenét, tudod, és akkor Kraftwerk is. Nekem mondjuk a kedvenc album a Radioaktivitás, tehát azt szerintem kurvára nem lehet überelni, tehát az hihetetlen jól össze van pakulva. És akkor én nézem, na mi 69-ben, ne vicceljünk már, érted, és baszki tényleg. Tehát, hogy 69-ben nekik van egy Tone Float nevű albumuk jelent meg, még akkor Organization együttes néven. Tehát Ralf Hütter és a Florian Schneider a Kraftwerknek a motorja. 1970-ben jelent meg egy albumuk Kraftwerk címen, és 71-ben Kraftwerk 2 címen. 73-ban Ralf und Florian néven adtak ki egy albumot. Na ez a négy album, amit elmondtam, amit soha senki ne merjen meghallgatni, mert borzasztó. Tehát, és 74-ben volt az Autóbán az első lemezük, amivel ugye belopták magukat a szívünkbe, és 75 volt a Radioaktivitás, utána 77 a Trans-Európa Express, 78 a Man Machine, 81 a Computervet. Az is mennyire jó. Én a Computervet is szerettem. A kedvencem, viszont 86-ban jelent meg az Electric Café, ami én annyira nem, tehát nekem a Man Machine után hiányzott valami átütő, és
a Computer Welt az egy popos memmasin volt, tehát nekem az annyira nem. Viszont az Electric Café megint egy olyan lemez, egy olyan sarokkő, hogyha úgy tetszik, ami az összes utána következő modern zenei hangzásnak letette, vagy kijelölte az útját. Tehát ha ma hallgatsz mi technót, vagy drum and bass-t, vagy bármit, érted, ami ez után alakult ki, akkor az Electric Café az, ami szerintem hihetetlen. Tehát ez olyan, mint a Beatles együttesnek a Borsőrmester, hogy ez ilyen korszakalkotó lemezük volt az Electric Café, és utána azért már én... Hát azok már nem annyira az alkotásról szóló évek voltak. Tour de France soundtrack, de igen, meg hát volt itt Expo 2000, meg nem tudom én, tehát de nem, tehát én azt gondolom, hogy az Electric Caféig bezárul, az autóbántól az Electric Caféig. Ha ezt így végighallgatja valaki, azért ők bejártak egyfajta. Igen, mondjuk úgyhogy összeteszel az elejéről egy ilyen mellét hoz, mondjuk egy telefonkolt. Nem sok ilyen. Igen, szép utat bejártak. Na, hát én azt hiszem, hogy ettől igen. Jobb híre. Tényleg erről nem tudtam erről. Azt tudtam, hogy jön a Depeche Mode, és hogy már nincs rá jegy. Tehát ugye az is az egyik ilyen szívem csücske. Most még ha minden igaz, jönni fog talán a Tangerine Dream is, és ugye a Kraftwerk meg a Tangerine Dream azért így ebben a zenei kultúrában két olyan ismert név, amit tényleg nem szabad kihagyni, sőt, én úgy tudom, hogy át is jártak egymáshoz, talán még közös koncertfölvételük is van a Kraftwerknek és a Tangerine Dreamnek. Illetve van még egy őrült, hát nézz oda, nem, tehát öregszem már, ő külön utas volt, de néha játszott a Kraftwerkkel is. Ja, Klaus Schulz eszembe jutott. Tehát a Klaus Schulz, aki a Tangerine Dreamből vált ki, és aztán meg lehet hallgatni egyébként, mert szinte ugyanez a zenei világ. De hát ő 3 óráig képes egy szekvenciával elszórakozni, tehát azért kell hozzá egy igen kemény idegzet. De egyébként nekem ez a, tehát a Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulz. Csuda jó lesz. Én rajta tartom a szemem a jegyértékesítésen minden nap, hogy amint megnyitják, lecsapok rá. Imádom. Intézek neked is egy jegyet? Krisztián, ha rajta tartod a szemed, én arra kérlek, hogy azonnal szóljál rám, ha ez is olyan lesz, mint a Depeche Mode, hogy körülbelül 4 óra. Jó, van, sikítok, amíg megvan. Depeche Mode-nál. Kurvára nem lehetett jegyet venni rá, akkor nagyon baj lesz. Akkor vinned kell a izét, a 3D-s headset kamerát, és live-ba sztereó hanggal képpel kell közvetítened, és 4K-ba Facebookra, és mindenki, akinek van ilyenje, érezze azt, hogy ott van. Hát ennyi fért. Depeche Mode-hoz. Igen. Még várjam, mielőtt még ennyi fért volna, az még férjen bele, hogy Depeche Mode-nál annyira ne csüggedjünk szerintem, mert az előző két turnén jöttek egyet visszafelé is, korábban be nem jelentett állomást toltak még a végére visszafelé is, úgyhogy én abban reménykedem, hogy most is lesz egy ilyen retúr. És akkor hát, ahogy be lehet pótolni azt is. Reménykedjünk, de az igazán jó együttesekből azért ritkán jut ki nekünk, de most úgy látszik, hogy ki jutnak. Úgyhogy ennyi fért a mai párásítóba. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük Charlie-nak a
háttérben a munkát. Ő ma már dolgozni fog ezen az anyagon, hogy ti minél... Soundmaster Charlie. Igen, minél korábban hallgathassátok, illetve köszönjük a Patreon oldalunkat meglátogatók támogatását. Köszönjük szépen! Én örültem, hogy együtt lehettünk erre a bő egy órára. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok! Thank you.